Mi csőtészta, sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 1 milliárd euró kihívásos videóval. Megmondom őszintén, kicsit szomorú vagyok. Mindjárt mesélek, csak elindítom a munkát, jó? De ez lehet, hogy kicsit ilyen lelkis rész lesz, szóval remélem, hogy nem tudom. Remélem, nem nagyon húznak le benneteket ezzel. Na, indítsuk el a munkát, mert kellene egy csomót dolgozni, ugye? Még azért van egy-kettő csík, amit le kellene aratni, hát ezt lehet, hogy meg is csinálom én magam. Na, el is mondom, hogy gyorsan, bármint gyorsan elmondom, hogy igazából miről lenne szó. Most leültem ide, hogy csináljam ezt a videót. Tényleg baromira nem akarok mártírkodni, de megpróbálom tök lelkiismeretesen csinálni a videókat. És úristen, és ezt már most már mártírkodás, mert igazából persze csinálom a videókat, és én is szórakozok rajta, és tök élvezem. Csak ugye bejött néhány új sorozat, mármint többek között ugye a SnowRunnernek van egy új sorozat, vagy van egy új szezonje, ami arról szól, hogy ugye most már lehet gazdálkodni a SnowRunnerbe is, tehát mit tudom én, lehet kultiválni, meg vetni, meg mindenféle érdekes jó dolgot. Aztán, hát várjátok, ez hol jön a kombány, meg kellene néznem, vagy igen, az hol jön? Jó, akkor itt kell megindítanom. Jó, jó. Pillanat, csak pillanat elmondom. Egyébként azért vagyok egy kicsit lehangolva. Ja, azt leülök. Futottam egész nap össze-vissza, minden csomó dolgot intéztem. Mondom, gyorsan, most 9 óra van este, hogy holnapra legyen ebből rész. Ezért így leültem ide videózni, gyorsan mondom, megnézem a kommenteket a többi videó alatt, és akkor tegnap, mármint nekem tegnap, jó, úgy viszonyítsuk. 3 darab videó volt, hétfőn. Kedden volt, ami nekem kedd, ugye ma, 2 darab videó. Ugye volt SnowRunner, közben csinálom a Mafia definitívet, mert nagyon élvezem, meg egy kicsit változatosabb is nekem. Meg ugye tegnap is volt például FS22. És akkor olvasom a kommenteket, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó, úgy volt, hogy törlöd a csatornát, ha abba hagyod a Farming Simulator 19-es videósorozatot, meg úgy volt, hogy minden nap lesz belőle rész. Értem, igen, értem, hogy mindenkinek vannak olyan sorozatok, amiket szeret nézni, és de ne haragudjatok, de ugye 2-3 videó naponta minimum kimegy a csatornára. Ez szerintem igazából így globálisan a YouTube-ot nézve nagyon-nagyon ritka, hogy 2-3 videót van olyan hülye YouTube-os, olyan őrült, aki csinál és tolja ki őket. Nem hiszem, mert azt hittem, hogy elférnek egyébként. Na, várjátok. És nem hagytam abba a Farming Simulator 19, tehát eszem ágában nincs abba hagyni, mert igazából tök jó haladunk, és konkrétan ott tartunk a Farming Simulator 19-ben, hogy szerintem 100%, hogy meg lesz ugye ez a kihívás, meg lesz az 1 milliárd euró. Még ugye nekiállunk most a birkákkal foglalkozni, az is egy csomó pénzt termel. A tyúkok termelik a pénzt agybafőbe, a marhák termelik majd agybafőbe a pénzt, szóval most már igazából időkérdésem még az, hogy minél nagyobb legyen, ugye globálisabb legyen az egész, vegyünk több földeket, csináljunk marha telepet, amíg minden egy telep, 3 telep lesz ugye marha telep, birka, meg ugye van a csirke telepünk, ezek tök jól mennek, mellette tudunk még esetleg ugye földet művelni, akkor tök menni fog, srácok, mindenképpen menni fog, eszem ágában is feladni, mert igazából nem lenne értelme feladnom, mert biztos, hogy meg lesz ez. Most ez nem nagy képviség, biztos, hogy meg lesz, mert igazából nem. Gyerekek, ez mi ez a zöld idő? Miért van közte ilyen zöld? Mi, hogyha pöl, mi ez? Közt. Miért van közte ilyen zöld izé, a tablóban? Mármint nem csak ilyen... Why van közte zöld? Várj, hadd nézzem meg, mi ez? Érdekes. Ennek ilyen zöld izé, a tablója, hogy fele zöld, fele sárga. Tök érdekes. Pedig nem mondja most, nem attól lehet. Na mindegy. Na, azt tök ilyen izé, ilyen tök rossz érzés álltam neki most ennek a videónak, pedig tök pörögtem, mondom, hogy izé, hogy igen, megcsináljuk a birketelepet, egyébként megcsináljuk meg minden, oké, működni fog minden, ugye van egy csomó pénzünk, ezt bele fogjuk fektetni, de előtte el kellene vetni ezt az egészet ugye fűvel, csináljuk, jó, csak ezt gondoltam, ezt kitérek rá, hogy nem, nem lesz abban, hogy van, meg értem én, hogy ígéret szép szó, megtartják, úgy jó, csinálom gyerekek,
De bocs, hogy egy csomóan például kíváncsiak voltak, ott van Bundi is, haverom is, és mindig nyaggatott, hogy mindig ír, hogy csináljuk már a SnowRunner-t, és igazából emiatt, hogy nincs rá időm, a SnowRunner az nem annyira sokszor van, sőt, nagyon-nagyon ritkán van, de ugye most kijött ez az új season, ami azért így érdekel minket szerintem, mivel ugye lehet rajt mezőgazdálkodni SnowRunner-be, ahol ugye tök jó sár van, meg tök érdekes az egész. Igazából nem annyira jól működik, de legalább gondoltam, csinálok a 8-as seasonről egy ilyen videósorozatot. Ugye most jött ki, tényleg most jött ki, nem tudom hányadikán, 15-én, és gondoltam, akkor legyen egy ilyen bemutató jellegű videósorozat. És arra igen, szánteltem időt, emiatt most Farming Simulator 19 két napja volt, most már 3 szerintem, hogyha a mai napit is beleveszem, de nincs abba hagyva az, hogy két napig nem volt, vagy 3 napig most már, mert én most ugye veszem fel, csak ez már ma nem fog fölérni, attól még nem fogom abba hagyni, meg tényleg nem tudok 2-3 videónál többet nem tudok kirakni egy nap, és ez tényleg nem kényszer nekem, hogy ennyit csinálok, mert igazából tök élvezem, meg tök élvezem ezeket a játékokat is, de ha van egy ilyen fizikai korlát, ugye ha dolgozok mondjuk 8 órát, abban beletartozik az idő, utazás, kajaszünet, minden, mondjuk én délután 4 előtt nem tudok nekiállni videót, délután 4 előtt nem érek haza ugye munkából, hogy akkor minden klappoljon, tehát leghamarabb délután 4-kor tudok nekiállni videózni, este 10-ig, de ugye ebben még bele kell sűrettenem a kaja, szociális dolgok, tudod, érted is. És általában nem rövid videókat csinálok, például tegnap Pi, FS22 is, az is azért volt, az is más, nem másfél órás, 1 óra 47 perc, és majdnem 2 órás. És ugye 2 óra ez elmegy vele, meg akkor meg feltöltök, meg minden, vágni nagyon nem szoktam a videókat. Tényleg nem akarok panaszkodni, de ne aggódjatok, meg ne legyen ez a... Igen, mert úgy kezdte a srác egyébként, hogy nem szereted a negatív kritikát, de az ígéret szép szó úgy megtartják úgy jó, vagy nem is tudom. De hát bazze, hát... Én... Jó, nem tudom, nem akarok, meg természetesen nem emelem ki a személyét, meg minden, nem... Én meg értem, hogy úgy gondoltad, lehet, hogy valósan úgy gondoltad, hogy meguntam, és abban hagyom, de nem hagyom abba, jó? Úgy meg akarok nyugtatni mindenkit. Na, csináljuk a munkákat, gyerekek, mert itt közben meg már nem Rage videó akart lenni, csak pont ez ilyen nagyon, azért beszéltem erről, bocs gyerekek, csak ez ilyen nagyon-nagyon friss élmény. Szoktam a kommenteket olvasni, és jó, hogyha olvasom a kommenteket, aztán akkor, hogyha van valami... durvább, akkor az így leülepedik bennem, de most nem volt idő rá, hanem így kapásból ez most történt, ugye. Ez meg mit csinál? Ez... Miért ilyen lassan? Oda, na, jó, oké. Oké, vigyük el aztán, akkor ürítsük le a kettő gépet, meg közben, figyeljetek, az igazság, hogy... Szerintem el kellene indítani a vetőt, de nem, a vetőt azt megcsinálom egymagam. Ezek a kombájnok meg ugye el fognak innen távozni, mert itt nem lesz rá szükség. Na, de most már tényleg vágjunk bele a munkába, kisírta magát a képről. Egyébként tényleg nem is tudom, nem sírás volt, csak ilyen kicsit, hát francia, ugye nem tudom, rosszul érintett, nem mondom azt sem, hogy rosszul érintett, mert azért annyira nem vettem a lelkemre, csak így hirtelen így, pont most olvastam, ez 2 darab komment volt, mind a kettő így ezt így, így írta, főleg az egyik az úgy volt, hogy egy srác megkérdezte, mikor lesz Farming Simulator 19, és a másik az írt rá, hogy hát, megunta. 2 nappal ezelőtt volt Farming Simulator 19, és akkor írt, hogy hát, megunta. Azzal nem untam meg. Meg így tök így kérdezte gondolom tőlem a srác, és akkor így helyettem így megválaszolta a másik, hogy hát már azért nincsen, mert megunta. 2 nappal ezelőtt volt, érted? Jó, oké, tényleg, befejeztem a rage-elést, bocsánat kérek, akit ez zavar, de szerintem ez is hozzátartozik a csatornához, meg hozzátartozik, de igazából a gameplayhez nem tartozik hozzá, annyiban hozzátartozik, hogy nem untam meg, nem kell megijedni, meg kell nézni, mert közben meg kiléptem, beléptem, nem, mert az van, hogy az anyagiak alak, hogy változtak. Na, még mindig 1950, úgyhogy tök jó. Viszont a Farming Simulator 22-ben emlékeztek? Vagy aki nézi, ott úgy volt, hogy eladtam egy bálát, és a következőt eladtam már más áron ment el. Már olcsóbban ment el. Ott ugye már szerintem jobban úgy van, hogyha hatalmas tételt adnék el,
akkor egyből viszem le az árat. Itt ugye úgy van, hogyha megvan állítva az idő, akkor egy darabig ott áll, stagnál, csak utána kezd el módosulni. Ja. Ha már kommentek, jó, akkor még ezt hadd hozzam fel. Írta egy srác, hogy nem tudja, hogy én hogyan csinálom ezeket a csodálatos tyúkólokat, hogy ennyi pénzt termelnek, mert ő neki van 8, de írta, hogy nem gyanúsít csittel, csak így akarok erre reagálni. És egy nap alatt ő neki csak 150 ezer jön be. Ugye nekem 20 darab van, és nem egy nap alatt szoktam. Amikor ugye eladjuk, az nem egy nap alatt jön be, mert ugye legalább 2 nap, míg beérik nyílre, meg még utána addig szoktuk pörgetni, amíg az eladandó cucc, vagy épp a tojás, az ugye maximalizálódik az ár, az minimum még 1 nap, tehát egy ilyen 3 napot szoktunk pörgetni, amikor a 2 tojás eladási időintervallum között, plusz még a munka éppen amennyi van, ugye addig is valamennyire megy az idő, nem nagyon. Szóval nekem ennyi jön be, nincsen semmi csitben, azt se tudnám, hogyan kellene megoldani, hogy nagyobb hozamot termeljenek a tyúkólok. Ennyit termelnek, nem, én nem trükközök ebben, egyszerűen kit csapnék be most saját magamat, érted? Ez tipikus az a felállás, nagyon sokan, amikor így csalnak, és most egy egész, elvonatkoztatok egy másik dologról kapcsolatban. Pont egy is munkatársammal beszéltem, hogy ő nagyon szereti, nagyon szeretett volna mindig magának egy Omegát, egy órát. Ugye egy Omega az egy nagyon jó márka, és mondta, hogy mindig úgy tök vágyott volna rá, és akkor így milliókba kerülnek ugye a jobbak, mármint egy jobb Omega óra, majdnem, hát nem Rolex szinten van, de azért drága, és akkor mondta, hogy pont arról beszéltünk, hogy volt, amikor így eszébe jutott, hogy hamis Omegát vesz. És akkor úgy utána mondta, vagy így mondta, hogy hát igazából, meg pont erről beszéltünk, hogy kit csapnál be, hogyha megvenné a hamis Omegát, és akkor ott lenne a kezén, és akkor amikor ránézne, mindig arra gondolna, hogy úristen, az egy bóbli kínai valamicsoda, és egy rossz érzésed, még rosszabb lenne, mint hogyha nem lenne órát, mint hogyha egy hamis Omegát fordna. Értetek, hogy mire gondolok? Saját magadat csapod be. Én is saját magamat csapnám be, hogyha ezt a kihívást nem úgy csinálnám, hogy például vagy csalnék bármibe is, nem akarok csalni. Hopp, egyébként valamit akartam. Azt felvetette valaki, és azt be akarom tartani, hogy kimaradt egy sorskártya, legyen 2 sorskártya, úgyhogy 2 sorskártyát fogom ma húzni, jó? Hogy azzal se legyen semmi olyan, hogy egy kicsit frusztrált ez a mai komment olvasgatódás dolog, így a pont a közvetlen az előtt a gameplayet nem kellett volna. Tudom, egyébként mindenki írja, hogy ne foglalkozzak vele, jó hülye vagyok egyébként, ilyen tök lelkis vagyok sokszor, pedig aztán már nagyon megegyződtem a negatív kommentekkel kapcsolatban, csak amikor attól vagyok ki, amikor így tök látok egy ilyen kizárólag rossz indulatú dolgot, az nagyon-nagyon tud bántani. Az, egyébként ha rossz indulatot látok valahol, engem azt nagyon kiszokott tapasztani, a gyerekek nagyon csapatjuk. Ez nagyon ki szokott tapasztalni. Aztán igazából abból nem egyszer volt problémám is, úgyhogy haverral szemben volt olyan, hogy valaki nagyon rossz indulatú volt, ezt elmeséljem gyerekek, az nagyon poén volt egyébként. Na várjátok, a kombájnokat egyébként el kell innen vinnem, úgyhogy ezzel nem is tudom, hogy minek jöttem ide. Viszont itt egy kicsit kellene egy-két dolgot csinálni, gyerekek. Jó, ez maradjon itt egyelőre, és akkor fűvel kellene nekiállni elvetni ezt az egész részt. Mert ugye itt a... És lehet, hogy akkor veszünk még 2. Azon gondolkoztam, hogy még 2 hol ide elférne, nem? Úgyhogy akkor ezekkel idei porébb is járok, megcsinálom még a... Legyen még 2 hol, vagy elég lenne csak a... 6 darab? Igazából a marha istálókból vannak ilyen 500 meg 600 férőhelyesek is. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy legyen még... Ne legyen, marha istáló az érdekesebb lesz, akkor marad még arra helyünk, nem? Jó, akkor figyeljetek, ha izét kellene megcsinálnunk. Most a tojásokkal nem foglalkozunk, ugye van dolgunk elég, majd utána, amikor már lesz bőven fűvünk, meg szénánk, meg minden, akkor majd lehet itten gondolkodni arról, hogy a tojásokat ugye elrendezzük, meg minden.
Mindjárt fogok sorskártyát húzni egyébként, én úgy gondoltam. Na, kihozzuk a nagy dögöt. Meg kell tölteni. Azt a betyár, ez mekkora gyerekek. 19 óra 4 van, nem szereti a keeper. Hát bele is pörgetnék. Éjszaka nem fogok játszogatni, úgyhogy arra ne is számítsatok, gyerekek. Jó, ezt megtöltöm, minden, nem szarakodunk. Műtrágya, fűvel bevetjük az egészet úgy, ahogy csak úgy zuhanik, gyerekek. És akkor azt csináljuk, hogy egyszerre vetünk, és akkor csinálom én meg a kicsivel. A kicsivel. Na, akkor várja, hogy van ez? Oké, nyílik is. Bazze, mekkora hosszú te, Isten, hallod? Ki kell zoomolni ennyire, hogy idejön meg tud oldani. Na, megtoljuk műtrágyával, és egyébként akkor ez a vető is el fog innen tűnni, mert nincs rá szükségünk. Ugye itt gyakorlatilag csak fű kell ennek az állatoknak, vagy széna, vagy meg víz, ugye? Szóval ez itt tök jó lesz. Egyébként írtak egy tök jó ötletet, és Instára írt egy srác, bocsánat, hogy nem válaszoltam, lehet, hogy azóta válaszoltam, és csak az is pont most egyébként nagyon-nagyon húzós napom volt, és emiatt nem nagyon volt időm semmire, és a videót is azért most így, meg a kommenteket is azért most tudtam megnézni, azért van itt egy kicsit ilyen récs hangulat, mert nagyon-nagyon-nagyon friss még az élmény. Kommentolvasási élmény. Bocsánat a gyerekek, hogy itt erre izélek. Sírok, nem vagyok az a sírós fajta. Most egy kicsit olyan sírós lettem. Na várjál, ez meg... Jó, már becsukodik. Oké. Jó, van, vihetjük ki a francba, gyerekek. Meg akkor ezt a TS-telepet is itt fogom adni a fanébám, gyerekek, mert itt ez nekem nincs erre szükségem. Nem kell. És akkor azt kellene csinálnunk. Hát, hol tudnék itt rámenni a földre? Ez nem egyszerű. Figyelj, tök mindegy, hogy hol, de meg kire indítanom ezt a gépet. Ez bazony, akkor ez a vető, öcsém. Ez meg nem pull a keeper itt. Hát, lehet, hogy el kéne menni a végére, nem? Gyerekek, lehet, hogy elmegyünk a végére, és akkor onnan indítjuk. Sőt, azt csináljuk, hogy keresztbe megkuszkodjuk egy-kétszer ezzel a nagy döggel, aztán onnan indítjuk. Csak van az már valami másik. Szójabbak, olajretek, fű, úristen, gyerekek, egy ekkora kaszálót csinálok. Ja, és valamit még írtatok azzal kapcsolatban, hogy figyelj, hát nem muszáj neked azt csinálnod, hogy betárolod a füvet, hanem van egy ekkora legelőd. És fogod, azt ledurrantod az egyik felét, azt ott rohad meg rajta a fű, hogy hamsterre meg éppen viszel be mindig annyit, tök gyorsan össze lehet kapni a hamsterrel, ugye, gyorsan összekapsz annyit, amennyit éppen beöntesz. Tehát nem, igazából eltárolni annyira nem érdemes, hanem akkor inkább fogod, aztán mit tudom, hogy lesz plusz hamsterjaid, veszel egy 3-4 hamstert, és akkor abban mindig behúzod a füvet, és akkor egyből be tudod üríteni esetleg a kecskéknek, ha úgy van, vagy a kecske. Tudod miért, hol kecske, nem volt ez a kecske sose. Hát lehet, hogy inkább megindítom, aztán ha kicsivel megpuszkodom itt keresztbe, azt szerintem jobb lesz nekem. Gyerekek, itt, igen. Nem fogom tudni megindítani a széléből, hanem innen így okosba. Jó van. És akkor ugye csak a trágyázó, vagy a permetező kell ide nekem műtrágyázgatni, majd másra nincsen, nem lesz itt szüksége a képernek. Jó, akkor ez meg adja neki. Mi meg átülünk a másikba, jó srácok? Csapjuk neki. A kombányt azt leviszem. Majd ezt kiürítem egyébként, most nem kell az objektum akadály, az én voltam az objektum. Nem kegyére kell a pénz. A kecskéket addig... Kecskéket? Ezt fogad, mernék kecskének fogom mindig nevezni, gyerekek. A birkákat nem fogom addig... Jó, hogy nem kell itt a gépekkel járnom lefelé a területen, mert egy szörnyű egyébként ez. Jó, ez maradjon itt. És akkor csináljuk közbe. Ja, jó. De jó, nem kell vető se ide, gyerekek. Ezek a vetők is mehetnek el máshova. Úgyhogy ez a birka tenyésztés, szerintem ez egy baromi jó ötlet volt. Ezt mindenkinek köszönöm szépen. És ez már fű... Ez már hogy fűre van állítva? Miért van ez fűre állítva? Én már itt akartam valamit csinálni, gyerekek. Ezek szerint. Na jó, gyerekek, veressük. Mint az őrült. Figyeljetek, a fű elvetése az a legjobb dolog a világon. Mert ugye a széle, utána amikor ugye majd kaszálni fogunk, nem kell foglalkozni, hogy meddig húzott ki. Lesz egy böszme nagy, jaj. Lesz egy böszme nagy
kaszálunk, aztán azon szépen tudunk dolgozni, ahogy éppen a kedvünk tartja, akkor ezzel az eszközzel meg annyit csinálok, hogy itt lehúzom a szélét oda-vissza, hogy tudjon fordulni ez a böszme nagy gép. Ez a böszme nagy, ez most ez most úgy látom, ez div, nagyon megy nekem ez a szó. A kondorral ugye. Ébaz, ott meg pont elmaradt. Jó, oda visszatolok, mert engem az idegesít. Bár azt annyira nem lenne fontos, tehát egyébként legalább háromszor ezt keresztbe kell szúznom szerintem, hogyha azt akarom. Ha azt akarom, hogy ne legyen belőle gott. Mármint, hogy meg tudjon fordulni az a gép. Az lenne jó ugye, hogyha visszajönne teljesen és meg tudna fordulni, aztán akkor nem kellene így vigódnom vele gyerekek. Jó, fűvel elnyomjuk az egészet. Ú, gyerekek, itt lesz kaszáló. Egyébként azon gondolkoztam, hogy nem is biztos, hogy kellene nekem műtrágyáznom időről időre majd ezt a füves részt, mert hát figyeljetek, belegondoltok, ez bőven elég, mármint hogyha nincs olyan nagy hozama, akkor sem gond, mert gyerekek, hatalmas nagy terület, nem gond, hogyha a hozam az éppen nem olyan tökéletes, mert fűből lesz annyi, amennyit nem is fogunk tudni lekaszálni egyszerre, meg még kétszerre se, hanem az itt mindig lesz nekünk egy ilyen csodálatos rész. Na, van, az megy, jön majd vissza, mi meg a szélébe elmegyünk. Gyerekek, igen, itt egy kicsit egyébként, főleg ahol már van medve, ott nem nagyon akar ez menni. 71%-os sleepje van. Annyit mondtatok, hogy lehet, hogy súly kellett volna az elejére, és ez lehet, hogy nem kellett volna ilyesik. Egyébként a GCB helyett lehet, hogy fentet kellett volna. Mondhatok, hogy az is jó gyors, de legalább van benne erő is, meg igazából az inkább ilyen szántóföldi gép. Ezt a GCB-t nem annyira szokták használni. Na, ja. Már vissza is zökkentük a normális kerékvágásra. Bocsánat egyébként, hogy itt krájoltam egy kicsit, de gondoltam, megosztom veletek. Meg nyugodjatok meg, nem lesz az, hogy én ezt itt abba akarnám hagyni. Ettől nem kell félni. Gyerekek, szerintem ekkorán már meg tud fordulni, nem srácok? Úgyhogy akkor mindjárt ide. Kivegyünk a szélébe, azt ott elhúzzuk szépen a szélét. És utána már azt csinálja a keeper, hogy ott a felső részen is megcsináljuk, tudjátok, a másik felén. Várjátok, ide belerakom, akkor itt ezt lehúzza azt a sarkot. Jó, aztán hogyha ott marad egy pici, az annyi baj legyen. Jó. Oké, nyomjuk neki. Hát egy erősebb gép jobb lett volna, igazatod van egyébként. Na, ezt lekarindzsolom, itt az is jó lesz, hogy itt ezt lehúzom, mert ugye itt van ez a kiugrós kis szögletes rész, amelyik ugye ott a telep előtt van, és akkor azt már ugye nem fog belekeveredni a gép. A másik az megy. Menj, gyerekek, jó, veti a füvet, másik is, úgyhogy jó lesz az. Hát ez egyébként, ez ugye, ez valószínű, hogy meg kell még egyszer töltenem, mert ugye ez elég gyorsan fog fogyni. Bár nem annyira. Mi a szarért lassultunk le most? Most megint milyen a nagy sleep? Az elejére egy súlyod, lehet, hogy nem ártad volna. Lehet, hogy nem ártad volna. Jó, nem baj, itt megindulunk már valószínűleg, mert elfogy a domb. Ó, gyerekek, lesz itt kaszáló bőven. És akkor tényleg az nem hülyeség, hogy nem biztos, hogy be kellene nekem tárolnom. Maximum, nem tudom, hogy be fogom tudni önteni abból a nagy korályból ugye a birkáknak. Meg kell nézni majd a hamstereket, hogy nincsen valami normális. Meg valami olyan átrakókocsi lenne jó egyébként, amivel... Vagy valami átrakókocsi jellegű hamster, tehát amivel oldalra tudnék üríteni. Ott jön vissza, figyeljetek az izé. Challenger. Ugye nem, azok az épületeim. Nem, ott jön szerintem vissza a Challenger. Akkor áthúz gyerekek, hallod? Fiala durva, hogy ilyenkor, amikor füvet vett, akkor már kapásból a textúrája megváltozik a földnek, ami távol van. Ugye a lót határon kívül már érzékeli, hogy ez fű. Szóval így oldja meg. Jó, elmegyek erre. Ez jó, mert ki fogom ejtetni neki ezt a területet, tehát nem fog már belekeveredni. Hol van a izénk? Gyerekek, hol van? Ez valamit még mindig keverek, de mi a... Várjatok, nehogy azt mondjátok, hogy visszatolat, mert meg... Azt a baj, még csak most fordul, gyerekek. De milyen jó megcsináltuk, hogy van egy ilyen kifutási rész. Még csak most fordul, de jó. Aztán lehet, hogy le fogom fűvel textúráztatni, ugye van olyan... Meg tudjuk csinálni, akarjuk.
Még csak most fordul, gyerekek, mekkora hatalmas nagy földet csinált ide a Keeper, meg van őrülve. Azért csinálom azt, hogy most fűvel bevetem az egészet, mert igazából nincs nagyon szükségünk másra. Meg hogyha be fogom hozni mindenképp a crossplay módot, a kaszáláshoz, meg a gyűjtéshez, hamsterezéshez azt nyugodtan csinálja. Igen, ez tök jó. Itt tök jó, mert így hát ennyi bir... úgy gyerekek, ez még sok is lesz egyébként, sok is lesz. Kell lerakni egy kutat, nem tudom, legszívesebben egyébként még raknék izét, még raknék le kettő ólat, mert ez még olyan kevésnek tűnik, nem? Lenne egy 8. Úgyis az a 8, és akkor 4 darab ilyen hatalmas nagy istáló lenne. Azok az istálók azok meg úgyis hatalmasan nagyok, tényleg. Oda nézzetek mekkorát húz, úristen az izé. Challenger. Ez nagyon durva. Valahogy majdnem behúzta az egészet. Sőt, ott a saroknál be is húzza az egészet. Nagyon beteg. Jön vissza 1000-rel. 12-vel jobban mondva, nem 1000-rel. Ez a Real mód egy kicsit ugye oda tesz, betesz a izéknek, a gépeknek. Hiába rohadt erősek. Hát egyébként ekkora földekre be kellene modolnom. És az nem csites, mert ugye létező traktor, ilyen 1 millió körül be kéne modolni egy Big Badot. Meg ahhoz ugye van olyan set is, amelyik még ennél nagyobb eszközök, tárcsák, meg mindenféle. Jó, van, ezt itt elhúzzuk szépen. Ez vissza fog fordulni, ide be fog jönni, gyerekek, már le is húzta ezt az egész részt. Talán ki fog menni a végéig. Mert itt a fákba valószínű beleakad, úgyhogy nem fog kimenni a végéig, úgyhogy jó lenne ezt megcsinálni neki szögletesre, hogy ő forduljon vissza, értitek, hogy mire gondolok, hogy itt megcsináljuk úgy, hogy ő azt akarja, amikor végez, érzékelje úgy, hogy itt elfogyott, hanem forduljon vissza. Ezt akkor nem kell vele vinkodnom, itt szépen visszafordulna ő nagysága. Ő nagysága az egyenlő a Challenger. És vissza is fog, mert ilyen tök jó szögletesen megcsinálom, neki bőven lesz neki helye fordulni is. Valami extrém nagy kasza kellene, gyerekek. Azt egyébként, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek nekem, vagy hogyha tudtok, vagy használtok, oda nézzé, ott nem tudja megcsinálni, úristen. Jó, majd valamit kezdünk, mert hát mondjuk most kellene vele kezdeni. Ezt meghúzom hozzába, mert úgy látom, hogy ugye akkora domb van ott. Egyébként ki le is lapíthatnám, ha akarnám, de hagyjuk. Akkora domb van ott, hogy sajnos nem nagyon tud mit csinálni vele a gép. Okay. Ezt a kombányt majd el kell vinni az útból, de még ráér. Úgy. Oké. Okay. Ezt szépen megfordul, akkor már nem kell ő neki eljönni erre. Majd később ugye átrakjuk a másikra, körbehúzzuk ezt. Hát itt meg bazza, pont nincsen szerencsém, nézd oda gyerekek. Nézzetek oda, pont nincs szerencsém, nem fogja lehúzni egybe. Hát ez semmiképp nem húzza le egybe, úgyhogy ne is erőlködjük, mert akkor meg két oldalt marad, akkor meg még nagyobb szívás lesz nekem. Jó, van, lehúzzuk majd kétszer. Na, nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj, gyerekek. És még kettő ólat rakok, még kettő ólat, csak rengeteg pénz kellene, ugye, hogy a birkák bekerüljenek. Hát mindig ugye mindig pénzt kell költeni ahhoz, hogy pénzt keressünk, szóval pénz nélkül nehéz. Hát mondjuk pénz nélkül csináltuk, mert azért eléggé úgy kezdtük, ugye, nem is tudom, mennyi euróval, 800-zal, vagy 60-nal, vagy valami, nagyon minimál, meg volt vödrünk, meg egy darab MTZ-ünk, ugye. Szóval azért egész jó aladunk. Jaj, várjátok, csináljunk egy izét, csináljuk egy sorskártyát. Nem tudom, nincs megnyitva. Nem is használtam egyébként sorskártyát nagyon régóta, azóta itt van. Ugye a régi sorskártya, a régi sorskártya, az utolsó húzásunk az mi volt? Ja, izé az axiális dolog. Na kettőt akkor húzunk, jó? Meg egyébként ez jó hosszú rész lesz, úgyhogy még van bőven idő rá. Azt a betyár, mi a hangos! Fejelgató volt a fejemet, letépte. Na.
csak a mai részre. Bérelhetsz egy retro gépet, a rész végén vissza kell adnod. Hát gyerekek, mit béreljek? Úgyhogy ezt még jó esetleg meggondolom, de nem hiszem, hogy fogok bérelni egy retro gépet a mai részre. Új! Jó van, gyerekek, éjszaka dolgozhat a Keeper, hallod? Küldött nekem a sorskártya, este 10-ig bele kell pörgetnem az időbe. Ott ahol vagyunk. Na jó van. 20. Este 10-ig. Á, gyerekek, azért egész végig azt mondtam, hogy belepörgetek, hogy éjszaka ne kelljen dolgoznom. Erre lámpafényi idejétek, nyomhatom. Áhá. Mondjuk ennek annyira nem örülünk. Basszus! Srácok! Kellett nekem a sorskártya. Azt a becsár, milyen sötét van! Hallod? Mi szeme gyerekek? Komolyan köllött ez nekem. És nagyon röghettek. Jó, oké. Akkor a mai részben ez lesz. Hát, bazz, mindenre számítottam, csak erre nem, gyerekek. Egyébként a izétől nagyon féltem. Legnagyobb szintű földön elfonyad a termés. Mondjuk a fű az nem tud elfonyadni, úgyhogy most egyelőre nincsen semmi olyanunk, ami... Jó, oké. Okay. Nincsen semmi olyan, amelyik valamit is kellene, vagy buktánk valamit is. Nyomjuk neki. Jó, hát muszáj ezt megcsinálni, gyerekek. Dolgozni is kell, nem csak ideérni, nem csak a pénzt várni. Ugye... Ja, meg izének a tyúkoknak majd kell kaja, bazzá. A tyúkok, egyébként a tyúkokból most tudnék kivenni még egy kis pénzt szerintem. Ott maradt egy kis rész, ez meg idegesíti a képet, hogy ott van, úgyhogy ezt mindjárt lehúzza. De olyan jó visszatolatni, na, tolassál vissza, ahogy. Na, oké. Okay. Jó, azt is így lehúzom keresztbe, bár, figyeljetek, ezt le is vethetném az egészet, nem? Azt akkor nem kellene itt rajt vinkódni. Jó, hát itt ilyen füves lesz, nem baj, hogyha széle tagolt. Ezt is ugye megcsináljuk füves textúrával a mellette lévőt. Legalább ész, legalább ide nem, nincsen köd, vagy ilyen hülyeségek. Meg felhős, úgyhogy napos, napos az ég, gyerekek, napos az ég éjjel. Egész éjjel sütni fog a nap. Úgy látom, legalábbis az időjárás előrejelzés szerint. Jó, hát ezt körbe durrantom. A... Fast track-ra ránézek, de csak így izébe. Aha, jön visszafele. Jó, akkor ezt odébb kellene vonszolnom, gyerekek, mert mindjárt megérkezik. Apám, itt aztán van világítás. Még a izén is van, a csőn, a kiengedő. Jó. Nem a fast track-re nézek rá, hanem a Challenger-re. Mit beszélsz, Keeper? Ne vicceljél. És olyan messze vannak a gépek egymástól, hogy indítani kell. Na, tudom, hogy olyan-olyan mód. Tudom, hogy nem kell mini kapcsolgatnom, de nem akarom azt használni. Mármint, hogy ilyen nagyon messzeli eltabolsz, elteleportálsz, akkor se áll meg a gép, de nem azt nem akarjuk használni. Jó, hát ezt figyelj, ezt szerintem megcsinálom én magam. Aztán, vagy pedig... Figyeljetek, tudjátok mit kellene inkább? Amikor hozom majd a nagy dögöt, akkor lehúzzuk ezt. A nagyobb részeket meghagyjuk a dögnek. Inkább akkor megcsinálom ezt itt, ezt a kis részt. De szomorú, hogy ez itt maradt. Meg szomorú, hogy már megint elhagyja a képből. Most már egy jobb lesz. Gyerekek, ez az egész fűves lesz. Juhuhu! Ki kéne ide hajtani csak a birkákat, aztán nem lenne gond. Kár, hogy nincs ilyen, nem? Hogy így nem kéne ki kaját adni, hát a valóságban is legeltetni szoktak. Nálunk egyébként az én utcámat azért nevezik csapásnak. A minden egyes, utcát, ilyen kicsi falukban, mert gondolom nálatok is, elneveztek egyébként ilyen érdekes neveket, és nagyon furcsa, hogy
így belegondolni, hogy miért az a neve. Például az, a mi utcánk, az Csapás. Csapásnak nevezik. Így az itt ezt sose húzza, hallod. Azért nevezik Csapásnak, ott fordul a Challenger, se kapcsolja a lampát. Ott fordul. Jézus Isten, de nem csinálta meg végig, úgyhogy még jó, hogy eljöttünk. Hagyott egy kis részt. Na, azért nevezik Csapásnak, mert a mi utcánkba szokták kihajtani a legelőre a teheneket. És ilyen, nálunk azt mondják, amilyen nyom, az azt jelenti, hogy csapa. Tehát tudom én, hogyha te belépsz a sárba, az ott a te csapád. És azért nevezik Csapásnak, mert ilyen szét volt vágva, és ugye a marháknak a csapája végig volt az úton. És azért Csapás lett. Meg ilyen izé volt, a mi utcánk, az, hát jó, ez ilyen izébe voltam, ilyen 50-es években, meg mit tudom, 60-as években, az nem volt kavicsos, meg nem volt aszfaltos, hanem főrezsót. És az egy kicsit, amikor képzeljétek el, ilyen ősszel, meg tavasszal hajtották ki a marhákat végig, vagy ilyen nagyobb eső után, akkor mi tudott ott történni? Jó, az meg még vissza is fog jönni szerintem, úgyhogy akkor meg lesz az is, addig meg elmegyünk más dolgozni. Igen, meg volt, ami még van itt Rádon. Na, itt ezt nem akarja nagyon, nem akarja jót. Itt van ez a rohadt nagy dom. Keresztbe gyerekek. Nem is látunk. Még a legjobb. Na, mehetünk. Fölemelem, aztán húzzunk bele. A Berekal. A Berek az meg nálunk. A Berek, nem tudom, hogy azt tudjátok, az mocsár. Egyébként a Rádó, ahol én lakom, az egy ilyen mocsár környék, mocsár van a környékén, vagyis volt, csak csináltak egy ilyen principális csatornát, és ugye a Google Maps-on látni, hogy megy a csatorna, és ilyen rengeteg bavagdosás van végig a réteken, nagyon sok, amivel ugye lecsapolták ezt a mocsarat, le kellett csapolni. És még amikor meg lehet nézni a régebbi térképeket, akkor konkrétan még úgy se vezetett Berádóra, hanem ilyen izé volt, ilyen ösvények, ilyen gyalogutak voltak, ahol így a mocsáron keresztül, ahol tudtad az utat, ott tudta átjönni, tök durva lehetett. Igen, ez egyáltalán nem kamu. Na és akkor ugye az a Berekhal, mert ott a mocsár mellett az a rész, az volt a Berek. Berek. Ugye a mocsár volt a Berek, és akkor a mocsár melletti utca, az volt a Berekhal. Nem is tudom, mi volt még. Hát a... Van a Kühegy, az meg azért meg Külsőhegy, nem azért meg Kő, hanem azért meg Külsőhegy, Kühegy. Akkor... Mi van még? Nem gondolkodok, hogy mi van még. Kígyóslap. Ez meg sok volt a kígyó, gondolom. Kígyóslapi forrás, van ott olyan is. A kígyóslap, az sok volt a kígyó, aztán azért. Meg mi van még, azon mondok, seregélyes, mondom, ott sok volt a seregély, nem tudom elképzelni, úgyhogy rengeteg ilyen van. De például a Csapást, azt én tök későn tudtam meg, anyáméktől kérdezgettem, hogy miért volt ez Csapás, amikor már így volt eszem, hogy érdeklődtem az ilyen dolgok iránt, azt mondta, hogy hát azért fiam, mert itten volt, tizéték, telneket hajtották ki. Egyébként, bazza, elmondom neked, hogy ez még kiemeled, akkor se akarja elhúzni néha. Szerintem most egy konkrétan, lehet, hogy elássadtam a gépet, nem? Nem tudom felfogni, hogy mi történik. Gyerekek, föl van emelve a gép, de vet. Láttátok? Olyan dombok vannak ezen a részen, hogy föl van emelve a gép, figyelj, fölemelt géppel is vetsz. Mert annyira dombol. Nézd meg, föl van emelve a gép. Föl van emelve a gép is, mert komolyan nézd meg ott fönt az ikont. Most már nem vett. És már kijött ebből a ganyéból, ami ott volt. Atya, úristen, mi van itt? És megint benn van, érted? Megint benn van a vető a föld alatt. Nem beszarok neki, gyerekek. Le se kell engedned, baxiszkusz. Akkor ilyen ideig vannak hepehumpák, hogy bele akar a nélkül, és na most már leengedtem, de az előbb egyébként nyugodtan néz vissza, nem volt leengedve, és úgy vetett. Tehát nem akarom ám ezt levetni, ezt a részt. Itt jó lesz majd a nagy. Mit csinál a fast track?
Jön vissza, ott egy kicsit elmélázott. Ez lehet, hogy... Fú, bazze. Várj, azt én meg akarom csinálni, nem akarom, hogy ott hagyjon, mert akkor meg el kell jönnem még egy géppel ide. Gyerekek. Éjszaka dolgozni, bo hát komolyan mondom. Saját magam szivatása, kiraktam, nem is tudom hova, Instára, meg... ide is, ezt a képet, hogy amikor a biciklis megy a csávó, aztán megcsináltam magamat úgy, hogy ugye, tudjátok, van az a biciklis, a kisgyerek, amikor megy, van az a mém, és akkor berúg ilyen botot ugye a küllők közé, és esik egy nagyot. Aztán, ez körülbelül én is úgy vagyok, hogy megy a kisgyerek, a bot az a sorskártya, és berúgom a küllők közé, aztán akkor meg így mondom, hogy szemétefes. Na jó, mehetsz, tesó, indul meg. De csürögnek a csürbogarak, gyerekek, csürögnek. Jó, egyébként egész jó meg lett. Itt meg. Ja, itt nem tudjuk áthúzni, ugye azt a dögöt? Itt nem tudom áthúzni, úgyhogy ezt nekem kell megcsinálni mindenképpen. Jó, semmi gond. Úgyhogy ezt az átkelést ezt megcsinálom, meg körbehúzom a földet, ezt akkor meg vagyunk ezzel. Utána meg időpörgetés jön ezerrel. Át kell hozni, kell egy bossman, egy kassa, nem tudom mikor. Mi a legnagyobb kassa ebben a játékban, meg valami nagy traktor, valószínű, hogy akkor fent, mert nagyon írdogattátok, hogy fent-fent. Meg a Farming Simulator 22-be, egyébként baromira megkedveltem a fenteket. Ugye azzal a kicsi 314-es, hogy nem is tudom melyik típusúval, az a picivel dolgoztam, nem egyszer. És apám, az olyan fordulékony, olyan kis agilis, szuper kis gép, hogy ahhoz képest egyébként a retro gépek, meg az ilyen nagy dögök, ezek a, meg ez a GCB, semmi. De azt hiszem 314-es. 314C típusú gép. Talán valami ilyesmi volt, gyerekek. Jó, hát ezt már lehúzzuk akkor. Itt, az, itt kiemeltem, és még mindig porzik utána, látod? Úgyhogy még mindig ide húzza. Jó, eljöttünk erre, akkor itt azt lehúzom. Aztán mindjárt hozom a nagy gépet, lerántom, az egybe le tudja húzni, nincsen vele probléma. Aztán mehet, hogy átbújunk ide. Itt ezt körbe kellene húznom, vagyis legalábbis lehet, hogy ilyen szögletesre kéne húznom, azzal járnék legjobban. Érted, hogy mire gondolok? Valahogy így keresztbe lehúzzuk. Minél könnyebben tudjon fordulni a nagy, azt akkor rá lehet bízni. Meg akkor kecskéket is nagy lehezen meg kell, vagy lassan meg lehetne venni. Meg kellene csinálni, hogy még kettő kecske ahol. És kell venni valami nagy kaszát. Lehet, hogy nem is rakok be modolt kaszát, hanem valami nagy dög, biztos van itt gyerekek. Valami nagy fentre fölrakunk egy böszme nagy kaszát. Aztán adjál neki, lekaszáljuk az egészet. Utána meg behamsztereljük. Megnézzük, milyen hamsztereg vannak. Kíváncsi vagyok. Nem tudom, érdemesebb betárolni. Meg igazából azt sem tudom, hogy érdemes a széna. Mert szénaként be tudod tárolni. Egy fűként nem tudod betárolni. Érted? Akkor egy ilyen plusz folyamatot kellene csinálnunk. Mondjuk falomi móddal egyből le tudnám forgatni. Érted? Kettő gép, falomi módba. Falomi módba tudok idejelni gépet beindítani? Biztos tudok, baza. Há, hogy ne tudnék, ha? Tudok gépet beindítani falomi módba? Ez lenne az igazi, gyerekek. Mert akkor az úgy nem lenne rossz. Szerintem. És akkor... vagy pedig egy olyan gép kellene, valószínűleg olyan nincsen, amin elől kasza van, és akkor hátulra meg egy szénaforgató. Gyerekek, már itt kombinálok mi. Akkor ugye egyből meg lenne az a dolog, és akkor... esetleg egy rendsodró falomi módban. Hát gyerekek, már kitalált a képere, pám! Már itt kombinál össze mindent. Jó, ezt így megcsináltam. Ezt a nagy... Nagyon várja, rosszra megyek. Ezt, amit középen maradt, azt megcsinálom a nagy géppel. És utána még meg tudom indítani fölfele. Már csak akkor a tetejét kellene lehúznunk, szerintem. Hát itt az nem igen akar fölmenni, gyerekek. Jó, hát ez nem is fog. Na, fölmész, baza.
Ez nem jó. Egyébként ezeket a GCB-ket el lesz felejtve. Ezt adtam neki kettő esélyt, kicsit is nagyon. Ez a nagy GCB ugye, az Isten tudja hány lóerős. 400 körül van bazza, aztán se súlya, se semmi, itten ide pörög a földre. Lehet, hogy egy súlyt dobnék az elejére, jót tenne. De hát szerintem egy fantasy vígon menne, mint az őrük. Ezzel a... Hol látok ezt a vetőt? Ezt a izé, a Kirovec úgy vitte, mint a rongyot, nem? Jó, a izé befejezte a munkát. Hol? Öt gyerekek tökéletes, úgy látom. Körülbelül jól is időzítettünk. Annyi, hogy még ezt így le kell húznom, jó? Mennyi, mennyi, tesó, mennyi, 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 veresd neki! Menj már, alod ezt, izé, eladom Bosba, bazza ezt a gépet, komolyan mondom. Traktor színe zöld. Kényelem és álomvilág, nem? Hát gyerekek, komolyan, ez a gép, ez egy őrület, ez borzolom. Tényleg, ettől izét kapok. Idegzsábát, bazza. Mit tud ez küzdeni, mint disznó a jégen, bazze, pörög csak, mint a trágyaszóró. Lófaszra való, mondjuk ki. Lófaszra való ez a gép, apám, komolyan mondom. Borzalom, ez izét kapok tényleg. Idegi alapon lesz bajom ettől. Na nézzük, humban ez. Pont jó, már erre jött. Gyerekek, hát ez azért kapcsoljuk egy világítást, mert nem látok kettő. Ennyi a világítás, az ott lehet. Hát ez nem valami erős. Jó, megyünk. Kicsit összecsukjuk addig. Megmozgatjuk a végtagjainkat. Öcsém ezen aztán van izé, bőven gyerekek kidrölik a cső, oda nézzék. De Mária, meg minden. Ja, meg a izé vetőcsövek. Azt a betyár. Ezeket egyébként levegő kordja, nem? Úgy emlékszem, hogy levegő viszi. Javítsatok. Ja, ennek nem valami nagy csodás világítása van, lőd. Pár munkalámpa lehetne rajta. Jó, van mindegy, ez van. Na figyeljetek, kinyitom, azt addig meg ezt a krasztorébb vonzoljuk. Itt azért nem rángattam ugye körbe a kicsi-bicsivel, mert ez azért jobban megy. A krasszt meg odébb dürrentem. Amúgy is azt odébb kell dürrenteni, mert még kettő ólat le kéne napnunk. Ja, először lehet, hogy az ólat kéne leraknom, és akkor nem kellene annyit elvetnem, de hát jóval, ott rohadjon meg. Nem azon fog múljani itt a dolog. Gyerekek, éjszaka kell dolgozni. Emlékeztek, Farming Simulator 15-ben volt egy ilyen real, itt tudom én, night mode, vagy nem tudom, pontosan nem tudom milyen neve volt. De az a lényeg, hogy ilyen izé volt. Olyan mód volt, hogy ilyen korom sötét volt éjszaka, tudjátok. A kukoricába futottunk zseblámpával, se tudtuk, merre van előre. Ez tök durva volt. Egy tök jó mód volt. Hát az ilyen, hogyha izébe akarsz játszani, ilyen nagyon szimulátorban, az a mód az nagyon ott volt. Milyen sötét volt? Hát nem láttad, csak a lámpa fényét láttad, de tök valós volt, nem? Meg ugye ott direkt úgy volt, az benne volt az alsó új lakos modpakban, mert volt, fel tudtad kapcsolni a lámpát, imit tamotta izéket a telepeken. Imit tamott ezótában ide, ez volt a tökéletes megfogalmazás, gyerekek. Na, valamit okozzunk, forduljuk már! Ennek egyébként a tripla kerekeknek köszönhetően, nézd meg, Sleepy az alig van. Sőt, szinte nulla. Nulla! De, izé az... Ugye a motor teljesítmény az néha azért bál. De legalább nem ássa el magát, azért az a ott kerék, az ott kerék. Mármint... tengelyenként. Ezt jó kibáttam magam, hogy tengelyenként. A hülye. Számoljál meg, tanuljál meg számolni képről. Ezt akkor nem kell kivágni meg a régieségeknél. Na nézd meg, nincsen sleep, az mégis belassul, mint az Isten nyila. Hát ezt nem fogom tudni lehúzni. Ezt úgy imádom, amikor pont nem tudod lehúzni. Ezt megpróbálod, és akkor meg az a szitu van, hogy mind a két oldalon hagysz egy csikot. De nem. Pont jó lesz ez. Jó lesz ez. Ott megmaradt egy ilyen gombóc. Ott rohadjon meg. Hát valami világítás jól lenne a telepre, mert egy sötét van, mint az Isten nyila. Ja. Kiemelem legalább, menjünk gyorsabban, de egyébként ez
Hogy ez bekapcsolt állapotba ennyibe megy, hiába emeled ki. Hát mondjuk aztán húzunk magunk után nem kevés dolgot. Na, durancsuk le. Ó, né. Ezzel még itt lehúzzam ezt a csekot. És nem fogunk tudni átférni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy összecsukunk. Meg közben megveszem akkor 2 plusz ólat. Ezt megindítom ott fönn, azt majd a végét megcsináljuk meg ezt azt. Az a lényeg, hogy induljon meg önmagától. De jó, nem kell többet vetnem, gyerekek. A füvet nem kell vetned. Mekkora királyság. Hallod? Ez még jobb, mint a csirke, ha belegondolsz, mert a csirkének állandóan betésporgózhatsz. Ennek meg csak más se csinálsz, csak ülész. Kaszálod agyba, főbe. Egyébként az átfér volna itt. Ja, mi nem fért át? A izé nem fért át. Az a dög. A szárnyas hangya. Az a rapír akármicsoda. Tudjátok, hogy mire gondolok. A perpet az ő, az nem fér. Tehát jó, azt meg ott megcsinálja majd a keeper. Menjen ez csak fölfele ezerre. Na, szavasz. Csapjad neki. Jó, nekem meg akkor köllene vennem még üzét. Aulat. Csak előtte köllene lapítani, ugye? Hierreprendez is megkezdése. Korom sötétben. A legjobb gyerekek. Komolyan mondom. Hallod? Beszorsz. Várj, a traktorra odébb kéne állni, nem? Mert ez így megint nem jó helyen van. Sötétbe tereprendezés? Nagyon jó buli lesz. Induljunk meg. Itt lakunk-e? Ez az a ház. Nincs luxus, kevés a kényelem. Ide beállom vele. Itt talán nem lesz a kutba már, megőrülök. Na. Tereprendezés. Föl kéne húzni. Basszak, hallod. Te Isten. Korom sötétbe, gyerekek. Nem lehetne izélni. Skippelni ezt a sóskártyát. Te hallod? Nehogy már jól érezzem magam, mi? Várja, nem azt akarom. Egy dombozott módosítás. Nagyítsunk. Átalakítsuk. Azt hiszem... két egérgomb. Jó, hát majd leszegjük úgyis. Gyereke. Na, már megint vart épít a képere. Vart építesz, képer. Jó, nem baj a tag volt egyébként. Rájöttem, hogy nem muszáj itt ilyen nagyon epik jóra megcsinálni, mert hát úgyis majd legömbölítjük. Legalább egy kicsit olyan érdekesebben néz ki, vagy olyan normálisabban. Ott van egy kis, de nézd, elhagytam, jó van. Akkor jöhet a izé, ólak! Így kell leraknom, bazzam, éje! Van. Éje, ő volt az a... Oké. Okay. Gyerekek. Tényleg nem egyszerű így. Ilyen hülyét. Ez körülbelül egyenes. Hát, ezt föl fogja húzni majd? Hát, figyelj. Fölhúzta a területet? Vagy... Bale, nem látni semmit, hallod? Remélem, hogy nem lett ilyen lépcső itt, mert megőrülök akkor. Nem lett lépcső, fölhúzta a területet, ő maga, tudod. Alatta. Jó rattam? Mi ez a nagy hely? Ekkora hely volt minden egyik között. Gyerekek, komolyan! Őrület, bazza, miket kihúzok magamnak mindig ilyen hülyeségeket. Nehogy már jól érez magad, tényleg bazza. Egyszer. Egyszer volt rá esély, hogy na. Hát eléggé nagy hely lett közte, de nem kirőbb van nagy, ugye? Nem kirőbb van nagy. Jó, akkor nincs semmi gond. Azt nézem, hogy egyenes legyen, most azt állítom be. És mi az állítom, mert már ugye hiába állítom azokhoz, ha egyszer azok már nem olyanok. Úgy gyerekek ezt beállítani, meg sötétbe te, hogy szemem megáll.
Jó. Oké. Ja, megnézzük, hogy mi történt. Azt sem tudom, merre indulok. Látod? Főúzta ő. De az nekünk nem elég, mert itt ilyen nagyon csúfos lett. Gyerekek! Komolyan mondtam. Egész végig. De biztos, hogy jönnének a iszonyat negatív kommentek, hogy Úristen, felhúzt Keeper. Hát, sötét, arról volt szó, sötétbe kell dolgoznod. Úgyhogy nem húzom fel, vagy nem pörgetek bele az időbe, mert nem akarok vitát ebből. Kifolyólag. Jó, figyeljetek, jó ez, mert most... Ugye, legömbbe itt a Keeper, oda nézzék. Ha nyomom a gömbölyítést. Hát mondjuk itt még lehetne egy kicsit. Itt még odébb húzni így. Itt meg az lesz a baj, hogy ugye itt kéne járnom azért terrautóval, vagy valamivel, akkor meg nagyon szar lesz. Jó, gömbölyítsünk. Az a, már megint izé, megint nagyon gyengére van állítva. Hogy van? Erősség megváltoztatás, Ctrl E. Úgy fotoljuk maxra. Itt is próbáljuk. És gömbölyödjön. Itt meg már ugye megvan. Egyébként itt ez a rész. Hát ezt, ja, mindegy, az is maradjon ilyen. Meg ugye befüvesítem majd az egészet természetesen, úgyhogy jó lesz ez. Nagyon össze fog stimmelni majd a mellette lévővel. Jó, itt gömbölyítünk egy kicsit. Ott is. Ó, gyerekek, na! Itt a sarkon egy kicsit olyan szar lett, de majd mindjárt. Át kell változtatni erre, na, négy. Talán így. Ez tényleg csúfos lett, na majd mindjárt várjál. Jó, tényleg csúfos, azt majd megnézzük reggel, mert így meg az a baj, nem nagyon tudok semmit se csinálni. Nem látok kettőig, de szerintem úgy kávé jó lett, nem? Itt jó lett, meg mindenhol jó lett. Itt lett a sarkon egy kicsit ilyen hibás. Itt. Hát azt majd valamit alakítok rá. Csak az a baj, látod, így meg akkor majd fel kell húznom azt a részt addig. És az úgy jó lesz, csak ezt meg így el kellett tüntetni. Majd megoldom, csak nem látok kettőig, úgyhogy az a baj. Oké. Birkát kellene, meg ugye bele kell pörgetni az üdvbe. Meg mit csinál a izé? Mit csinál a D-munkásunk? Gyerekek, jó csinálja, oda nézzé. Föl kellene menni, azt le kéne húzni a szélét, meg esetleg itt akkor nem biztos, hogy érdemes. Lehet, hogy inkább azt kell csinálni. Ja, figyeljetek, itt egy kicsit ezek nem lettek pont egy vonalba. Köszönhetően az éjszakának, de hát szerintem annyira mindegy. Kecskét kell venni. Kecskét kell venni, figyeljetek. Mennyibe kerül? Nem, kaszát kellene venni. Nézzünk kaszát, és nézzük. Figyeljetek, az ilyen nincsen, ugye? Kaszálógépek várják. Hát ez szerintem baróra nem érdemes megvenni, ugye? Ez nem jó nekünk. Ez mennyit? Ez 10 méter tud. Kaszálógép füvelővág. Micsoda érdekes, nem is gondoltam volna. Kaszálógép füvelővág. 10 métert tud. Nézzük meg, hogy ha megveszünk eszközönként, kaszálni se szinte alig kaszáltam gyerekek ebbe a játékba. Eszközönként megveszünk. Ez 8-4-et. Lehet, hogy kell kaszálógép ezek szerint mégiscsak. Viszont a kaszálógépre nem... Igen, az a baj, ennek kellene egy eleje is, ugye ez. Úgyhogy kapásból... Az nekünk, már nem fogok tudni mögé rakni semmit. A kaszálógépem az hogy épül föl?
Erre se fogok tudni semmit felrakni, ez biztos. Hát de jó lenne, hogyha ezen lenne egy 3 pontos mi. Nekek az lenne, az nagyon adná. Szénaforgatók. Kellene nekünk? Erre egyébként mit tudunk rakni? Nézd ma. Mert tudnánk rakni valamit. 10 méteres kaszálógép. Mondjuk ez, ennél szélesebbet valószínűleg nem kapok. Csak ilyen modolt cuccokat. Ez meg nézzük meg. Ennek valami nagyon nem 10 méteres vágóasztalán van, úgyhogy ez semmiképpen nem jó. Jó, akkor megvesszük ezt, gyerekek. Jó, veszünk egy ilyet. Mindenképp. Menjünk a bótba. Jó, ez meg akkor hadd csinálja meg. El lesz vedve az egész gyöppel. Termintípusok. Fű. Jó. Az egész fűvel van elvedve. Kész. Na. Menjünk a boltba. Menjünk a boltba. Úristen, már mindent belakunk itt. Na, hol vagy? Hú, gyerekek. Itt van a 2 dolli is. Így, ez nem kicsi. Kipróbálom, meg kinyitom, gyerekek. Meg kíváncsi vagyok, hogy ez mégis mekkora. Figyelj, 10 méter, ennél nagyobbat nem tudom venni, úgyhogy szerintem akkor ez mindenképp tök jó lesz. Jó, srácok, jó lesz ez nekem szerintem. Annyit akartam megnézni, kíváncsi lennék. Az a baj, a hamster az nem jó nekem. Nézzük meg a szénaforgatókat, hogy milyen szénaforgatóink vannak. Jó. Mi ez, ilyen rend? Ezek csak erre jók. Akkor hol van a szénaforgató? Konkrétan? Itt van olyan, bocsánat. Melyik a legszélesebb? 4 méter, 13 méteres. És ennek milyen pont... Ez ilyen bontatható? Erre kell neki mindenképp, ugye? Kell neki a 3 pontos. Viszont ezt egy 75 lóerős szar elhúzza. Viszont erre meg lehet, hogy jó lesz a ide a GC-bing. Szénaforgató, bazza. Fú, gyerekek, nagyon-nagyon meg vagyok lőve. Hogy tároljam? Szénaként ugye el tudom tárolni szénapadlást, fűként nem tudom eltárolni. Nézzük meg a hamstereket. Ha megtalálja a keeper. Rakodókocsik. Mi a legnagyobb? Egy 6000 literes. Hát ugye nekem egy nagyobb van. Viszont ez hátrafele ürít. Az enyém meg alul. Úgyhogy ez valamilyen szinten nekem jobb lenne. Ez valamilyen szinten nekem jobb lenne. Hátrafele ürít, ugye? Gondolkozzunk bazen, hogy lenne ez jó. Ez középre lent forgató 9,3 méteres. Ugye? Vagy 14 méteres. Érdekes.
Hát egy ilyet kellene akkor. Fűként tároljunk, gyerekek? Nem tudom. Valószínű, hogy fűként kellene tárolni, nem? Jó, ezt meg nem is fogom tudni elhúzni, mert az... Jó, ezt vigyük el? Vigyük haza? Jó, egyelőre ezt elvisszük haza, meg akkor kellene... A GCB-vel nem lenne rossz, csak az a baj ugye, hogy kellene kettő gép minimum. Egyel nem fogom tudni megoldani. Jó lenne egy rendsodró. Az a baj, a forgatók, amit láttam, a forgatók, azok is ugye függesztettek. Vagy nem függesztettek, hanem ugye félig függesztett, vontatott felépítmények, tehát nem tudod azt csinálni, hogy az elejére rárakod. Na, az úgy jó lenne, hogy az elejére rakunk egy forgatót, hátulra meg lenne egy rendsodró, az úgy tök jó lenne, csak hogy én nem láttam már ilyen. Széna forgatók. Ezeket nem tudom az elejére rakni. Gondolom én, ugye? Úgyhogy ezt lehet, hogy föl tudom. Az lenne jó. Ezt írjátok meg gyerekek, hogy tudnám-e úgy csinálni, hogy a... Az elejére forgató, hátuljára rendsodró. És akkor ugye már csak egy kell, egy... utánunk meg jönne a follow-me móddal. Tudom, hogy egyébként hármat is össze lehetne follow-me móddal, de úgy lenne jó... Na, a terv. Elől egy szénaforgató, hátul egy rendsodró, és akkor follow-me módon jönne utánunk egy hamsteres. Bálázni nem tudom, hogy akarok-e. Hogy bálázzunk, gyerekek? Az a baj a bálával, hogy ez megint ugye minden egy darab object, rengeteg bálánk lesz, és ez megint fizikai számolás, és ez megint terheli a mapot. Mert ugye azért egy hatalmas nagy projektben vagyunk, és nem minden kevésbé kellene terhelnünk a mapot. Ide meg kellene teremteni megint, ugye, a birka legelőkhöz meg kellene teremteni az infrastruktúrát. A kaszálógép egy darab szerintem elég, ugye? De biztos vagyok benne, hogy elég. Egy darab kaszálógép kellene, egy darab... Ugye, hogyha forgatjuk, akkor be tudjuk rakni szalma, szénapadlásba. Ha nem forgatjuk, akkor nem tudjuk berakni. De minek rakjam be a szénapadlásra? Igazából azon gondolkodok, hogy mi a szarnak rakjam be. Akkor inkább veszek érted három hamstert, hátulürítőset, szépen azokat megtöltöm érted. És akkor az, mit tudom, 56 ezer literes, vagy hány ezer literesek. Megvan 150 ezer literet. Ha kell, akkor meg kihoz, kivész ezt összegyűjtöd. De most újra lő a fű, attól meg össze tudod gyűjteni, utána megint le tudod kaszálni. Szóval tök mindegy, nem kell tárolni, nem kell betárolni. Mi a francnak tároljam be? Mikor ott van kint, érted? Végig megyek, összeszedem, beöntöm neki. Pik. Nem nagy kunst ez, gyerekek, nem? Apá, nem jó, hogy jövök még egy orrébb. Ibaza, ez meg ilyen hátsó kerék kormányzáson, mint a targoncák, az kicsit olyan, kicsit furás. Már biztos nagyon jó hatékonyan tudok vele faszalni. Ja, ide ki kell találni, gyerekek, írjatok, hogy szerintetek milyen infrastruktúra kellene ide. Nem fogom forgatni, füvet fogok nekik adni. Füvet kapnak, nem kapnak szénát. Kihagyom idején, akkor nem kell az se. Kihagyom a placon, az se kell. Itt még ezt meg kell, le kell javítani, de egyébként lehet, hogy már következő részben, mert sötét ez megborít engem. Ez egy dedikált gép. Ennél jobb nincsen. Hol áll a gépünk? Egyébként a Challengerünk. Ja, ott a... Valahol. Balra tőlük. Pumban. Bement a idébe? Susnyájba, hogy hol? Ja, ott fönn volt. Jó, oké, megvan. Na, a dedikált gépek, ugye? Akkor... a GCB jó lenne, ugye, izének. A GCB bőven elég lenne rendsodrózni. Gyors is. Jó ez, gyerekek. Úgyhogy akkor lenne a GCB, lenne ez a kasza. Meg akkor kellene még egy traktor, ami ugye húzingálja a nagy. Hát lenne legalább három darab. Lennénk három darab
azt a kocsit, ugye, azt a hamstert, de a gyárit. És azt hátrafele ürít, és akkor simán be tudjuk akárhova azzal üríteni, tudunk tolatni, nincsen bele semmi probléma. Valószínűleg, hogy egyébként a kaját azt vagy ide kell. De még azt mondom, hogy a izével is. Még a kék hamster is jó. A kék hamster is jó. A kék hamster is bőven jó. Mert ugye látszott, hogy ide befér az bőven. Én úgy gondolom, hogy befér. Ide, vagy ide kell nekik a kaja, vagy oda kell nekik, de lehet, hogy inkább ide kell nekik csak. Úgyhogy ez jó lesz, gyerekek. Oké. Okay. Na most mi nem kapcsolom? Ja, valószínűleg ide kell nekik. Ide. Itt meg, itt ide mi kell? Ez mi a szar? Ha, what the fuck? Ha miért van itt a szalma balla, hallod? Ez megint ilyen dekoráció szalma balla, mert ugye nem mutatja, hogy ránézek elvileg mutatnia kéne, hogy mi az, de nem mutatja. Mi a franc van, gyerekem? Ez ilyen dekoráció szalma balla, de minek egyet a szalma balla, ezt nem sértem. Nem is kell ezeknek szalma. Ugye ránézek egy gépre, ott van saját farm, akár micsoda, meg a doboz ládára, meg raklapra, mindenre ezt megcsinálnak. Jó, van 8 darab időnk, úgyhogy ez nem olyan rossz egyébként. Meg 8 darab bólunk, és még mindig nem fagyott ki, ugye? Sokan vészmadárkodtak, hogy nem fogja bírni az engine. Hát bírja azért még. Jó. Szerintem ez frankó lesz, elég távolra helyezte el őket, ugye normálisan lehessen közlekedni, ne kelljen vele vinkódni. Gyerekek, ez én érzem, hogy jó lesz. Egyébként azért is jobb, hogyha nem bálát használok. Ez mindenképpen jobb lesz nekem. Mindenképp jobb lesz. Jó, oké. Okay. Ja, meg ide is kellene egy kamion, amivel ugye el tudom hordani az utcokat, akkor nem kellene elhoznom a csirketelepről. Jó, írjatok szerintetek infrastruktúra, hogy épüljön fel. Szerintem egyébként ez jó lesz, ez a 8 darab ól mindenképpen, és meg fogjuk próbálni, nem tudom egyébként hol van a izé hamster. Az hol van a hamsterem? Hol van? Ez mi? Ja, ott van a izé, oké. Okay. Hol van a hamsterem, az a gyerekek? A hamsteremet az hova szarba raktam? Itt van-e? Szerintem befér egyébként alá. Úgyhogy nem lesz vele gond. Be fog ez odaférni. És az ugye 90 ezer literes, ugye veszek még kettő ilyet, azt akkor nem kell ide, nem kell szénapadlásozni. Most kiveszem belőle, berakom belőle, ott van, lekaszálom, összekapom, odaállok három darab, egy darabig elég lesz, beöntözöm nekik, akár még azt is tudod csinálni, hogy veszek 6 darabot, vagy 8 darabot, azt minden egy jól előtt ott lesz, hogy azt mindig csak beleengedő belőle, érted, nem? Szerintem ez tök jó. Szerintem ezt így kell csinálni, nem kell ideje, nem kell. Meg nem kell sodrózni, ugye akkor megspórolom igazából, a fű vagy széna kell nekik, nem kell mind a kettő. Jó van gyerekek, ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, haladunk, és ne aggódjatok, lesznek részek. Köszönöm szépen a figyelmet. Csak Farming Simulator 22 is fog menni emellett, meg Ize is fog menni emellett. SnowRunner is. Köszi szépen, sziasztok!